Ennek futás lesz a vége, ugyanis vihar előtt vagyunk. Ja, az zivatarra gondolsz. Hát zivatar ugyanaz. De viszont, hogyha szerencsénk van, akkor pár perc is lesz egy kis felhő a nap előtt. Nem tudom. Szóval ugyanígy indult az a bizonyos ominózus vihar 2015-ben, hogy be volt híresztelve, harangozva, hogy jön a vihar, mi meg még a kert végébe. Hát most ugyanezt csináljuk, csak még lazábban. Ezt szerintem van még időnk, úgyhogy talán annyira nincs para. Ja, amelyen 6 órára mondták. Bár nézd meg, ahogy megnézed, hogy látni, hogy nő a felhő. Igen, ilyen nagyon szép habos felhők vannak egyébként. Ez a tipikus eső előtti, nagyon szép. Úgy beleharapná. Ez a szemüvegem, meg még a biciklis balesetünk alatt, amit használtam, ott van a karc. Annak a szélén? Ja. Túloldalt. Hát mit tudom én melyik. Ja, itt. Ott, mert innen nem látom. Szóval itt van egy karc rajta, egy ilyen, itt lehorzsolta az arcomat az esés, és a szemüveg is bánta. Csak azért nem dobom ki, mert pont ilyenkor így kertbe lehet nyúzni. Szóval most azért nem dobja ki az ember, mert hogy most picit megkarcolódott, erre még pont jó. Na, amúgy ilyen 1500 forintos szemüveg, szóval tök jó, mert cserélni is könnyű, nem, nincs ilyen anyagi probléma, hogyha esetleg tönkre megy, mert amúgy nagyon szerettem, mert nagy a látótere, és biciklizéshez nagyon jó. Na, de mindegy, mert nem erről akartunk beszélni. Szóval itthon vagyunk, és arra gondoltunk, hogy beszélünk egy pár szót a nyaralásról, illetve egyúttal szóvá tesszük azt, hogy miért van az, hogy a videók egyik része még a nyaralás, egy pár videó meg már az itthoni. Szóval, hogy ne alakuljon ki teljes káosz. Elkezdtük feltöltögetni a kinti videókat, de a feldolgozás alatt állnak még mindig, van még mindig egy jó pár, és hogy ne legyen azért az se, hogy kb. Amúgy most vagyunk a felénél, ha a napokat nézem. Hát durván. Azt a részét te tudod, úgyhogy... Igen, szerintem akkor a felénél. Ezek szerint a felénél vagyunk, és hogy ne legyen teljes káosz, így ezeket is töltjük fel, illetve az ilyen aktuális dolgokat is párhuzamosan. Aztán majd, hogyha valami olyan van, akkor szóvá tesszük legfeljebb, vagy külön beszélünk róla, hogyha valami említésre méltó. Nem tudom. Tehát ez így kialakul. Az a lényeg, hogy kétféle videó fog most párhuzamosan fölfele menni. A nyaralásos, meg a már itthoni. Ennyit akartam erről elmondani. Illetve hát, amit még szerettünk volna, hogy hazajöttünk, és azért így összesíteni, ahogy milyen volt a nyaralás maga, illetve Toló a hely, ahol nyaraltunk. Így utólag összességében milyen benyomást hát, keltett. Ha már csak azt nézzük, hogy visszagondolunk, és ott úgy voltunk a második nap, hogy nem biztos, hogy ez a hely, hová visszamennénk, most már viszont az ellenkezőjét gondoljuk. Hát elég erős. Így, hogy már visszajöttünk, és mostan itt vagyunk, már újra. És eltelt az a 7 nap, amit ott töltöttünk, plusz a 2 nap utazás, még azt beleszámítva is, az utazás félelmet is beleszámítva, még úgyis szerintem simán bevállalható. Igen. Tehát mennénk. Mi volt végül? 25 óra volt? Hát odafele 25, visszafele 22. Ezeket az ilyen fontos infókat, de inkább ilyen, nem is tudom, tudományos, hogy minek nevezzem, ezeket a részeit ő szokta. Térkép, nem, meg, hogy mi hol van. Ez egyszerűen csak a számok, amik így hát adatok, ilyen adatok. Engem az ilyen mitológia, meg az ilyen jellegű dolgok érdekelnek, őt meg inkább az ilyen tények, adatok, nem tudom mi. Szóval ezeket ő szokta így mérni, megjegyezni, figyelni. Akkor az utazásnak a mitológiai részét meséld el, én elmondtam, hogy mennyi idő volt, és most eljössz a mitológiai részével. Hát most itt nincs milyen mitológiai része, nem szó szerint mitológiára gondoltam. De a történelmi része viszont benne volt. A korinthoszi csatornát láttuk életünkben először. Igaz, hogy csak buszról. Az is már hát, egy jó élmény, azt leszámítva, hogy tényleg csak pár másodperc volt, nem? Igen. Tehát, hogyha azt vesszük, mindig hangsúlyozzuk, hogy nálunk a nyaralás nem ott kezdődik, hogy leszállunk a buszról, meg alszunk rá egyet, meg stb., hanem még föl se szállunk a buszra. Mint ahogy az idén történt, ugye, az említett Tonikkal. De, tehát az tényleg, hogy így mész a busszal, hogyha mindenféleképpen egy összesítőt kellene össze, tehát egy össze kellene foglalni azt, hogy milyen volt az egész, akkor már ott, hogy a buszon utazol, és a buszról látod a korinthoszi csatornát, hát az valami eszmélet. Meg a környéket, amit
Sajnos most pont ahol mentünk autópálya, ott volt az a nagy erdőtűz. Tehát azért az Igen. nagyon megelőztük azt a katasztrófát, ami Igen, akkor hát volt. pár nappal a bizonyos tűz előtt ott ment a buszunk, szóval ez azért borzasztó. Mert hogy Nagyon hallottuk, rossz volt olvas. olvasni. Igen, olvastuk, hogy az utánunk jövő turnus volt az, aki 4,5 órát töltött a autópályán, mert hogy le volt zárva az autópálya. Igen. És Tehát... annyira gyönyörűek azok a helyek, pedig elképesztő. Hát a 300 című filmnek a szorosba, amikor ott oda csalják az ellenséget, és megnyerik a, illetve nem, de hogy nyerik meg, de szóval oda csalják az ellenséget a 300 spártai, az ott nem a film játszódik ott, ugye, hanem a történelmi esemény az ott játszódott. A közelben volt az is valahol. Most ennyire már nem tudom pontosan, de ki volt táblázva a termopűlai, vagy csata, vagy hogy hívják a termopűle. És Az hát amúgy gyönyörű hely, most pont azért láttam mondom, képeket. azért mondom, igen, hogy ilyen hegyvidék eszméletlenül gyönyörű az autó, tehát az autóutak, hát kátyú szerintem konkrétan Görögországnak, ezennek a részének legalábbis nincs benne a szótárában. Jó, de hát mondjuk Szóval. 80%-ban autópályán mentünk. Hát most Tehát, figyelj, tök ja. mindegy, mentünk mi Szerbiába is Ja, mindenfelé. hát ott, igen, ott, ja, ott is De autópálya ott volt végig. borzalmas az út. Itt viszont gyönyörű, tehát nem csak az, hogy hibátlan, hanem nagyon-nagyon szép a táj. Tehát hiába autóút csak, két oldalt hegy, vagy illetve egyik oldalt hely, a másik oldalt a tenger, Na, gyönyörűségesen szép. váltotta magát a természet rendesen. Igen. Na mindegy, de hát ez csak az út része, és mondom, tehát ez a Korintosz, hogy ott a buszról így rá, egy, tényleg csak egy pillanat volt, hogy láthattad, és már ment is tovább a busz. Ráadásul úgy pillanat, hogy még le is lassított a Igen, busz, nagyon, tehát így nagyon rendesek odafele voltak a ahhoz, hogy sofőrök. többet lássa belőle, így lelassított, és az úgy többet láthatta azért mégis. Igen, erről esett már szó, hogy az Apollon Travellel mentünk. Szerintem szinte kivétel nélkül majd, hogy nem mindig velük mentünk eddig Kivéve, külföldre. amikor őket megelőző irodákkal voltunk, de azok megszűntek. Igen. Tehát azok Szóval ez nem is bezártak. feltétlen direkt, hanem így valahogy véletlenül alakult így, hogy mindig velük, de nem is bánjuk, mert nagyon tényleg a sofőrök is nagyon korrektek, és hát most nyilván a munkájukat is Hát jól végzik, de jó fejek. amit lehet tenni egy utasért, illetve megkönnyíteni az utasnak a kényelmét, az meg, és az adottak lehetőségek között. Már azért most kényelemre az egy kicsit erős szó a busznál, és főleg, hogy 25 óra, de viszont hiába 25 óra, akkor is megáll 3-4 óránként, és simán kibírható. Nem? Igen, de most, tehát hogy őket dicsérve, hogy miért dicsérik, meg miért jó fejek, meg mi az. Hát például az, hogy voltunk mi olyan utazásirodával, ahol erre nem voltak külön tekintettel, viszont az Apollon Travellel vannak kivételek, meg nyilván vannak olyan akadályok, amik miatt ez esetleg változik. Most nem tudok hirtelen példát mondani, de lényeg a lényeg, hogy a WC-k. Ugye olyan helyeken áll meg mindig a busz, ahol nem kell fizetni a WC-ért. Egyetlen egy hely volt, ahol nem Most lehetett, egyetlen egy hely de az volt, ahol. viszont az csak azért, mert egybe lett kötve a tankolással, meg neked is érdekelt, hogy ne x idővel később érkezzél meg azért. Mert hogyha most megállsz olyan helyen, ahol ingyenes, plusz még tankolsz Jó, is, most ez tehát nem így, ja. az a lényeg, hogy ők törekednek arra, hogy ingyenes helyen álljanak meg. Az, hogy van valami, amiért akadályoz, azért kezdtem így. Ja. Az, hogy van ilyen, hogy valami akadályoz, ez megint más kérdés, előfordulhat ilyen, de nem minden egyes helynél kell fizetni, és ez szerintem fontos. Mert amikor odafele még hagyján, de amikor jössz visszafele, és az utolsó filléreidből is megvetted az üres zsömlét, vagy a valamit, amit megeszel majd a buszon, azért nem mindegy, hogy azt WC-re költöd, vagy mit tudom én a benzinkúton valami falatkára. Hát meg eddig nem is volt rá példa, mint ahogy most is, hogy soron kívül ne kell megállnia. Mert most is volt rá példa, Igen, tehát ha bármi igen, igen, gondod van, igen. akkor megáll, tehát nem kell becsinálni Hát a csak buszon. szólni kell, igen. De szóval... Mondjuk nekünk volt ilyen élményünk, hogy valakinek sikerült becsinálni a buszon, de Az majd már azt egy másik. legközelebb elmeséljük. Szóval... Hát ugye ez csak az odaút, de mindegy, szerintem ezen túl is léphetünk. Már önmagában ez is nekünk nagy élmény volt, pláne amikor, ugye hát eleve a korintoszi rész, az a említett hegyvidéki, nagyon-nagyon gyönyörű szép rész, nagyon várod, hogy megpillantsad a csatornát, aztán ahogy meglátod, már is megy. Tehát én nagyon gyorsan átmentünk sajnos rajta, tehát nem tudtunk
ott nem lehet ezt, de ott nem lehet Hát az a időzni. pillanat, ami Igen. látható is a busszal, videónál. Igen, Abba de annál, beleraktad azt hiszem, igen? hát Ja. már nem tudom, annál álomszerűbb az egész. Na mindegy, és akkor ezen túllépve, ugye még megy a busz, még be, azt hiszed, hogy már nem tudom, a világ végére megyünk, lementünk a térképről, de még mindig megy, és akkor beérkezel ilyen narancs ültetvényekre. És lényegében, amikor oda beér a busz onnan, tehát ott már toló következik, ott már megérkezünk, és hát az első benyomásról nem tudom, mit Hát tudunk mondani, most még amikor leszállsz. az ugrott be, hogy most képzeld el azt a pillanatot, amikor ott minden egyes ilyen narancsszedés előtti idő van, ahogy beérik. Hogy Ott mindegyik ott milyen narancs. sárgállik a fán, Azon vagy mire? túl, hogy a látszat, hogy milyen illat lehet. Tehát annak szerintem van illata Ja, ott a hát környéken. azt tuti. Mert mint ahogy... Valamit olvastam is amúgy erről. Hogy Mert hogy, igen, mert hogy minden termésnek van illata, itt is a Igen. barackot hogy érezni. Igen, Hát a igen. narancs illat még Hát jó. az biztos kellemes, hát illóolaja van neki, Az ugye? érkezése az izzasztó volt. Tehát azért gondolj bele, hogy 25 órát mentünk egy klímás Én buszon. gondoljak bele? Igen. Te Hát nem, gondolj hát bele! úgy együtt belegondolsz, hogy milyen volt. 25, akár hogy veszed, tuti, hogy nyűgös a megérkezés. Főleg, hogyha nem aludtál, akkor meg még inkább. Amit itt beszúrnék, én nem tudom, ez mennyiben hasznos információ bárki másnak, buszos utazásról lévén szó, mi az eddigi utazásaink nagy részében szeptember, tehát mindenféleképpen szezonon kívül utaztunk, és ilyen nagyjából, hát nem volt 24 óra, de lényegében egy nap volt ugyanúgy. Hát, Tehát a ja, lényegében fél, ugyanannyi igen. volt, és mivel, hogy nem szezonba mentünk, ugye akkor nincs ennyire meleg, mint most volt. És a mostani utazás nekem, vagy nekünk legalábbis az eddigihez képest, én mindig úgy készültem a buszra, tudva azt, hogy hajnalba is megállunk benzinkúton, hegyekben, nem tudom, ott hűvös van. Mindig úgy készültem, hogy hosszú nadrág, pulóver, mit, tehát nem az volt rajta, hosszú nadrág volt rajtam, meg mit tenni, újatlan, és akkor így magamra vettem a pulcsit a buszon. Tehát készültem külön a pulcsival, egyébként ő is, én is, csak nem annyira fázós. Hát vagy a rutinosabbak már visznek pánát, meg Persze, nyakpánát, meg takaró, takaró, meg igen. Mi minden vacak, takarót de nem vittünk soha. Az egy plusz súly, aki autóval megy ki oda, vagy kiviszik autóval, annak könnyű a csomagot. Hát oda meg cuccon. Amúgy is most pont megállapítottuk hazafelé, hogyha törölközött az ember, úgyis visz magát, mármint a strandtörölközőre gondolok, nem a fürdőtörölközőre. A strandtörölközőt úgyis visz magával az ember, akkor azt meddig tart? Tehát nem kell külön takaró, hanem azt viszed fel a buszra, és akkor azzal takarózol, Mert hogy itt amikor... arra gondoltál, hogy aki fázos, A mint fázós, például te, igen. az éjszaka a klíma nem állhat le, kapcsolható ki, mert akkor nem lenne levegő a buszon, tehát akkor be kell takarózzál, hogyha fázol. Igen. Na és azt akartam mondani, hogy a mostani utazás az eddigiekkel ellentétben kivételesen most először életemben, tudva azt, hogy július van, nem vettem fel hosszú nadrágot, viszont készültem vele, tehát a kis kézi podgyász, amit a buszra fel lehet az utastérbe vinni, abban ott volt azért a hosszú nadrág is, meg És nem volt a pulóver szükség, is. Hát a pulóvert felvettem. Ja, hát azt még én is. Igen, Hát de a mi, hosszú nadrágot elég nem. Hűvös lettél meg azért. Szóval ezt azért jó tudni, hogy ha nem is veszed fel, mert most is déli órákba indult el a buszunk, tehát a tűző napon a legnagyobb melegbe indultunk el, úgyhogy akkor nagyon meleg volt, akkor nem lehetett hosszú dolgokban, meg pulóverbe lenni, viszont készülni érdemes vele, és akkor így a kézi podgyászba. Nem a nagy bőröndbe, amit aztán leraksz a kerekek közé a, hogy is hívják azt? Csomagtartó. Csomagtartóba. Hanem amit felviszel a buszra. Na, de ezen túl, mert ez szerintem hasznos lehet, hogyha valaki fázós, meg ugyanúgy. Szóval most nem fáztam, most tök jót, na és akkor az érkezés, hogy a legnagyobb melegbe érkezel szintén, tehát ugyanúgy mire megérkezel, le kell, hogy tudjál azonnal vetközni, mert perzselő, tikkasztó, milyen jelzők vannak még erre? Hát meleg. Elképesztően meleg van ott, hát tűz főleg, a nap. Hogyha azt veszed, hogy tényleg fáradt is vagy, és hogy azért egész nap a benne ülte a klímába, az mindenféleképpen lehűti úgy a testet, hogy hát átszoksz még a arra 20, a klímára. Még a 20 fok is melegnek érzed utána, ha nem hogy a 40 fok. De az izzasztó pillanatokon túl pár perc, és már ott volt az apartmanba, le tudtad hűteni magad, lehetett menni zuhányozni. Igen, most nekünk eléggé mázling Ez egy jó hely ebből a szempontból, Igen. mert eddig ahová jártunk, 9 órakor kell hagyni az apartmant, és általában mindig megérkeztünk,
még reggeli időkben, és várni kellett, hogy átadják a szobát a takarítás után. Igen, itt is a sofőrök munkáját emelném ki, hogy hamar megérkeztünk, flottul átjutottunk a határokon is, és akkor, hogyha úgymond túl korán érkezem, most a túl korán értendő ahhoz képest, amikor az előző turnus a szobát már elhagyhatja, jön a takarítás, és te még akkor érkezel meg, amikor a takarítás még zajlik. De itt nem volt ilyen probléma. Itt nem, a másik helyeken van ilyen probléma. Nálunk itt most egyáltalán nem, mert teljesen más az óraszám ugye az érkezésig, illetve hát a határátlépések is még változtathatnak ezen. Most szerencsénk volt, nagyon nagy szerencsénk volt, egy határnál nem álltunk, nem? Odafele, de a Szerb-Makedónnál az az 1-1 órák megvoltak, de visszafele csak nekem a... fel se tűnt. Hát azért lett 25 óra, tehát az a 3 óra az a határon töltési idő volt, nem azért meg lassabban, illetve... Volt egy szerencsétlen helyzet, hogy a szerpentines útrészen odafele kifogtunk egy kamiont, és az eléggé hosszú kilométeren keresztül a hegyekbe, amikor te aludtál. Nem azért, lehet... mert én csak nézek, amiről van. Nem, nem lehetett beellőzni, és nagyon lassan haladtunk, mert a kamiont... Valamit mesélt is a másiknak. Igen, hát a buszsofőrnek mondta, hogy pekhes volt, meg kifogott több mint 2 óráig, arra szóltunk egy... Mert hogy hegyen gondolom, föl... ami szűkös, kanyargós. Hát igen, hegyen fölfele, és egyszer-kétszer megpróbált a kamion, nagyon rendes volt, lehúzódott, meg jelezte lámpával, erőtelen maradtál, hogy akkor most mehetnél, sőt, még tényleg lehúzódott. Lejöttek szembe, vagy nem, valami? Nem vállalta be, tehát ja. Most egy az, hogy na, nem is hiába volt olyan a helyzet, hogy bevállalhatta volna, mert a kamion figyelt és lehúzódott. Akkor se vállalta be a buszsofőr, és ez szerintem normális, mert persze. Legfeljebb azt tudta volna, hogy annyira belassít, vagy megáll, de nem, szerpentines út nem lehet. De tehát... megérkeztünk, na hát attól függetlenül az a lényeg, hogy megérkeztünk, épségben érkeztünk meg, még hamar is érkeztünk meg, nem? Ezt ja. Lehet mondani. És akármennyire megsültünk, abban a percekben rögtön le is ütöttük magunkat. Igen, tehát még egyszer, hogy nagyon nagy mákunk volt, mert itt ezen a helyen nincs ez, hogy várni kell, hogy elfoglalhassd a szállásodat. Illetve hát jön az idegenvezető, és elkalauzol a megfelelő apartmanba, illetve elmondja a szükséges információkat. És akkor elfoglaltuk a szállásunkat, azt ugye az, hogy milyen be volt, is mutattuk. Azt már látni lehetett. Igen. A környék, hogy milyen, arról is elég sok minden a szállásról kiderült. A vélemény szerintem nem baj, ha beszélünk róla. Most így utólag tudod más, aha. Mint... Én azt tudom mondani, hogy a mi igényeinket 100%-osan kielégítette. Én is így az, vagyok. Hogy más esetleg szűkösnek talál egy fürdőszobát, az már saját problémája, mert az, amiben esetleg bele lehet kötni. Igen, mi, ahol eddig jártunk Görögországba, túl sok helyen nem voltunk, viszont a helyen belül több apartmant is láttunk már. És inkább és jellemző. Jellemzőbb az apartman és a szűkös helye. Igen, tehát ilyen hotel, veszük. Meg ilyenben mi soha nem voltunk, nem is érdekel, nem is akarunk menni. A kis, egyszerűbb apartmanok érdekelnek, illetve érdekelnek, azt szeretjük. Ráadásul többség az is, tehát Görögország igen, nem igen, annyira igen. Hoteles. És van a fürdőszobák mindenhol szűkösek, mindenhol a, hát azt nem mondom, hogy dugulási probléma van, de felhívják a figyelmet arra, hogy lehet dugulási probléma, mert a vízrendszerük nagyon állítólag szűkek a csövek, és ettől van mindig ez a dugulási probléma, ami nem jellemző, de fel ami vannak az miatt, rá az miatt történik készülve. Ma kedves utasok, illetve a nyaralók nem fogják fel azt a tényt, hogy ott a WC-papírt nem lehet a WC-be dobni, hanem a WC mellett a kukába igen. Kell a papírt kidobni. Aminek nincs szaga, egyáltalán sőt, semmi nagyon szaga. Nincsen. Sőt, a takarítók, amikor jönnek, az elviszik. Tehát már lecserélik. Hogyha jönnek. Már na ha most, jönnek, mert olyan attól függ, milyen szálláson na most olyan van. Helyen voltunk, ahol épp jöttek, de amúgy nem szoktak jönni, de nem annyira kényelmetlen, mint amennyire hangzik. Igen, tehát először nekünk is furcsa volt, de nagyon hamar hozzá lehet de, szokni. Még ja. Épp az, hogy visszafele nem tudod megszokni, hogy jaj, de már nem kiabál. Oda kell. Nem igen. Oda kell bedobni a... Igen, ez amúgy fura helyzet volt, ja. Kukába a papírt, hanem már lehet visszabeledobni. Otthon már keresed a kukát, előfordult hányszor. Igen. Na, de szóval a szállás így amúgy szerintem az első benyomás az, ez a bizonyos tipikus rózsaszínű fürtökben épület oldalán, vagy tetejéről lelógó rózsaszínű virág, az valami gyönyörű. Tehát ezt láttad meg először. Az teljes káót, kész, extázis. Sőt, ezt már mutattuk is. Hát de az más az ablakból. Én most így a bejáratnál, ja, így, hogy az épületet meglátod, és a legelső, amit az látsz. Igen, akkor ott érzékeltem, amikor kimentünk a partra a videó. Ja, igen, ott.
Úgyhogy ez nagyon szép volt, úgy különösebbet nem hatott meg, vagy semmi hatással nem volt rám legalábbis így az épület, csak ez a rózsaszín virág. Aztán ugye bemész az udvarba, az egy ilyen mediterrán udvar, kert, pálmafa, nem tudom, nagyon tetszett. Igen, a kabócák. Tényleg, ezt tudom imitálni neked, ha gondolod, hogy amit beszélsz. Nem, nincs erre szükség így ebbe a formában. Azért ők jobban csinálják. Az biztos. Szóval a kabóca hang, igen, az nagyon-nagyon feltűnően. Hozzászoksz amúgy nagyon hamar. Tehát a most zavaró, így, ahogy itt is a tücsök ciripel, végül is tulajdonképpen ugyanaz, mint hogyha csak más. Az ismeretlen furcsaság első pár percre esetleg érdekes lehet. Erősebb a hangjuk. Sokkal erősebb. De amúgy, hogy eltűnik este, séri csend. Pont azért lehet megélni pont azt a nagyon nagy csendet, mert napközben, hogyha hallod, észreveszed, mert csak az elején veszed észre szerintem. Én már hozzá is szoktam szerintem. Igen, szóval nagyon kellemes. Első két nap volt, hogy így, hát most az, hogy zavart, az túlzás, hanem olyan idegen volt, hogy nem tudtad ezt egyáltalán hova tenni. Egyáltalán nem volt zavaró, de nekem volt egy ilyen, nem zavaró, hanem egy ilyen idegen érzeted, amit nem tudtad, mi bajod van. És akkor így, mert hogy állandó ez a dolog. Tehát nálunk a tücsök, hogy hívják ezt? Mi szól most is? Ezt amúgy csak az első nap is tudtad észrevenni, mert utána már meg napközben... segítesz, hogy mit szól most? Tücsök. Akkor jót mondtam. Jó. Na, szóval a tücsöknek messze nincs olyan erős hangja, még akkor sem, hogyha sokan vannak, mint ennek a kabócának. Ráadásul a kabóca az reggeltől estig nyomatja, és akkor este egyszer csak elvágták, és megy aludni, lövik a pizsamát. Délben ráerősít a legnagyobb meleg. Délben nagyon durva. Onnan lehet hát és akkor érkeztünk. Ja, onnan lehet érezni, hogy nagyon meleg van, a csúcsponton jár a hőmérséklet, hogy egyre hangosabbak lesznek. Igen. De igazából nem is az, hogy zavaró, hanem pont akkor érkeztünk, amikor egy ingerült, vagy nem aludtál, vagy aludtál, de nem eleget. Plusz a legnagyobb meleg is van, a nagy cucc a hátadon, és várod, hogy lezuhanyozzál, vagy hogy pihenhessél, vagy úgy egyáltalán, tehát hogy már egy kis nyugi legyen a 25 óra utazás után, és akkor még tett rá ez a ciripelés történet. Tehát különösebbet nem volt negatív élmény, csak hogy akkor ez a fura volt. Na, és akkor így tovább menve így az apartmant illetően, nem fehér volt a ház, tehát nem ez a kék-fehér, viszont ilyen zsaluk voltak az ablakokon, szerintem ez látszott az előző valamelyik felvételekben. Hát az benne van teljesen, igen. Tehát ez is ilyen mondhatni tipikus görög, nem? Szóval ez is nagyon szimpatikus volt, ez csak a külső, és hát a belsőt azt mutattuk, ami esetleg így nekünk nem negatív, de egy átlag szemmel nézve tényleg az, hogy pici a fürdőszoba, azt hiszem, hogy ennyi. Illetve aki, mint ahogy mi voltunk, nem használtuk a klímát, az egy kicsit izzasztó volt, meleg volt, de tehát olyan túlléptünk helyen rajta, vagy, ott volt akkor... a tenger, le tudtad hűteni magad, úgyse ott voltunk, szóval igen. Ha olyan helyen vagy, meleg, mediterrán helyen vagy, akkor az benne van a pakliba, hogy a klímáért esetleg fizetni meg kell, mert nem bírod. Általában átlagosan is, amennyit mentünk, az a 10 plusz kilométer ilyen naponta a lábunkba. Este, amikor beestünk, már teljesen mindegy, hogy milyen volt az apartman is. Igen. Alvásra tökéletes volt. Igen, szóval lefárasztottuk magunkat annyira, hogy nem volt szükségünk a olyan értemben lett volna szükség a klímára, de nem volt az, hogy nem tudsz elaludni, mert annyira fáradtak voltunk, szóval meg lehet ezt így is oldani. Megmaradt a klíma ára, 4 süti ára. Hát igen, de ez azért ettől függetlenül azt nem mondom, hogy másnak nem kell a klíma, mert amúgy baromi meleg volt. Szóval tényleg nagyon meleg volt, és ugye ez is, hogy máskor mi nem nagyon értettük azt, amikor egy apartmanban valakinek klíma kellett, mert mi nem tapasztaltuk még meg ezt a meleget. Tehát ezt a meleg, mi, mint mondtam, szezonon kívül mentünk mindig eddig Görögországba, és szezonon kívül nem volt szükség a klímára, meg ahol voltunk, meg amilyen apartmanban voltunk. Ja. Na, úgyhogy szerintem az apartmanra ennyit. Jó, de itt amúgy is kifogtunk egy meleg hőhullámot, mint utólag ki is derült, meg is lett az oka, az a tűz, ami utána hát, volt. Hát meg az... még utána, amikor a tűz jött, akkor még melegebb lett, még azt mondtad. Még melegebb, igen, 40 fok hát, fölé 40, is ment, igen. Szóval. Na, tehát ez a kapu apartman. Apartmanról ennyit, amúgy volt egy medencéje és egy az udvaron kívül, az út túloldalán egy másik épületbe kellett átmenni,
mi ezt annyira Egyszeri nem alkalomra kipróbáltuk, jó volt, most az kivételesen igen. kb. Egy órára, aztán annyi volt a medence. Minek, hogyha ott a tenger? Soha többet nem fogunk valószínűleg medencébe úszkálni tengerparton. Most De csak azért soha nem mondt, hogy soha. soha nem mondta, hogy soha, ezt most azért mondom, mert nem szoktunk, és most csak azért mentünk, mert nem volt ott senki. Ja, nem? persze, mert azért most, ha belegondolsz, esetleg valaki idehoz egy medencét, akkor biztos fürödné benne, szóval nem mondjuk, hogy soha. Nekem ide nem kell medence, de amúgy ja. Jó, hát persze, csak hülyeskedem. Itt kút kell, vagy víz kell, nem medence. Na, ja. Jó nagy medence volt, úgy hívják, hogy tenger. Igen. Aztán abban a jókat lehetett fürödni. Természetes medence. Most tényleg közben amúgy eldugta a napot egy felhő. Szerencsénk. A másik még, ami apartmanhoz köthető, és fontos része egy ilyen nyaralásnak, hogy mennyire volt az apartman a tengertől, ezt szintén mutattuk. 3 perc volt, lemértük, amíg lesétáltunk egy picit emelkedőn, de ezt még szerintem annyira jelentéktelen volt az emelkedő rész, vagy lejtő rész, hogy említésre sem méltó, tehát nem volt zavaró, vagy ilyesmi. 3 perc, pillanatok alatt ott voltál a parton, ami ráadásul homokos volt, és gyönyörű tiszta. Az épületekről szintén beszéltünk, hogy az minket zavart el az elején, hogy épület mellett kell strandolni. Én megmondom őszintén, hogy ez részben engem azért zavart, most túl azon, hogy nem egy természetes környezet az, hogy ott egy épület, és akkor közvetlenül mellette strandolok. Emellett az zavart még benne, hogy van az emberben egy ilyen félsz, hogy hát ott valaki lejön, és akkor így fogja a cokmókodat, és elviszi. Ez az egyik, tehát a lopások. Nem Bár ismerjük ez ezt a nem részét ismerhető Görögországnak. Ez a tény, szóval igen. Nem ismerjük ezt a részét, de jobb mindig félni, mint megijedni. Tehát ez volt az első problémánk ezzel. A másik pedig az, hogy hát én elég kényes vagyok ilyen tengerpart szempontjából a partra. És a leges-legelső alkalommal is, amikor mentünk Görögországba, azt kerestük, ahol nincs hínár, meg mindenféle ilyen nyálka, meg nyavaja a parton, mert én azt nem szeretem. Tehát nekem igazából van egy ilyen hülyeségem, hogy míg más bármilyen vízbe bemegy, csak ne legyen az, hogy nem ér le a lábam. Nekem pont az a lényeg, hogy ne érjen le a lábam, mert akkor nem érzem, hogy mi van alul. És legelőször is ezt kerestük, és itt is az volt igazából a problémám, hogy ez még nem is benne a vízrészen, hanem kívül. Én úgy gondoltam, hogy ha egy épület oldalában van a part, akkor az csak koszos lehet. És ezt olyan értelemben, hogy ugye a... mondjuk van ott egy kuka, épület mellett vagyunk, akkor a kukába kidobnak emberek dolgokat, ételmaradék, stb. És akkor bogarak, légy, stb. Ilyenekre gondolsz. De semmi ilyen nem volt. Semmi. Tehát annyira tiszta volt, semmi szag nem volt, ami egy tengerparton vagy egy Dunapartról ismerhetjük az ilyen halszagot. De a tenger illata az volt. Jó, de hát tudod, az jó, a hogy mire sós gondol. Leveg, olyan nem, igen. Ilyen igen. Halszag, vagy ilyesmi nem volt semmi egyáltalán, amitől én tartottam. Az, ahol jártunk, akkor volt egyszer egy évben talán, amikor nagy vihar miatt az ilyen növényi hordalékot kivitt a partra a tenger, és annak volt egy napig, ami ki nem száradt, emlékszel. Szártin? Aha, igen, igen, ott igen. Ott nem volt ilyen. Ez ott a szezon végén, amikor már nem szedték össze, akkor volt ilyen. Ja, de én arra de részre gondolok, amikor elbarangoltunk, és olyan öbölnél voltunk, ahol ilyen növényi hordalék ki volt ja, hordva. Hát de ott se volt szaga feltétlenül. Hát nem szag, hanem ez a, amíg ki nem száradt az a növény, addig volt ilyen kisebb. Hát mindegy, jellemzőnek nem jellemző, na más országban voltam úgy ilyen. Igen. Mi van még? Úgy összességében úgy tetszett az egész, a partról még szerintem. Beszélj te is, ne csak én. Homokos volt, ha szeretted volna, akkor volt sziklás rész is. De a mi véleményünket? A pici hátránya van, hogy nincs annyi választási lehetőség a szűkössége miatt, mivel hogy nagyon nagy része a partnak napernyő, napágy, és aki azt a részét nem kedveli, hogy napágyba feküdjön esetleg napernyő alatt, hanem úgy szeretne strandolni, hogy a törülközön és a homokba, akkor az nagyon minimális az a rész, sőt, itt még azt se tudtam, most, hogy visszagondolok a kedvencemet a homokkal játszani, mert hogy azon a részen is, ahol esetleg ezt megteheted, hogy törülköző, ahogy mit csináltuk, ott is nedves volt a homok, tehát nem volt az a nap által kiszárított, nagyon jó, játszani lehet, markolni lehet benne érzés, az nem volt meg, az csak egyetlen egy részem volt, amit be is mutattunk, amikor partokat mutattunk be videók, hogy ott viszont meg az miatt, hogy ott volt ilyen rész, ott meg
rendkívül sokan összetömörültek. Ez a videó, amit most mond, nem tudom, ezt szerintem ez még nem került fel, de akkor majd hamarosan. Hát a lényeg, hogy igen, hogy látni lehet azért a különbséget, de összességében a megtalálja az ember a partnak azt a részét, amik számára szimpatikus. Igen, de ha a véleményedet. Ha a napágy, napágy, véleményem? Azért mondom, hogy megtaláltuk végül, tehát kielégítő volt az, amit mi eleinte azt gondoltunk, hogy nem jó, aztán mégis jó lett az a hely. Igen, tehát, mert az a helyzet, hogy mi ragaszt... Amikor már bemész a tengerbe, teljesen mind megszűnik az, hogy milyen a part. Ezt azért így nem írom alá, ebbe az esetben ez így történt. Ez így hát történt, úgy, igen, igen. De amúgy akárhol nem, én mondtam, hogy én kényes vagyok, tehát én tényleg ilyen szempontban nagyon kényes vagyok, szóval bármennyire is imádom a természetet, azt, hogyha a talpamat éri valami olyan, amit nem szeretnék, azt nem szeretem. És hát nagyon tiszta volt, az a helyzet, hogy mi ismerjük, tudjuk mi az, hogy kék zászló, ez egy a tengerpartoknak egy kitüntetettségét jelenti, igen, és azok a partok, amely nem csak Görögországban van ilyen, hanem egész Európa szerte, sőt már azon túl is egyébként, tehát ahol van ilyen jelzés, hogy kék zászlóval kitüntetett part, az azt jelenti, hogy nem csak, hogy nagyon tiszta, nagyon sok mindennek hanem több megfelel. Dolog is megtalálható, van zuhanyzó, van ilyen átöltöző kabin, van mozgássérültnek lehetőség, bejutásra a tengerbe, kialakított hely. Azért ez nem mindenhol van egyébként. Nem? Hát addal nem alapfeltétele? Nem. Mert most jártunk két helyen. Nem, ez egy külön akkor, történet. Akkor az egy de külön a lényeg volt. A szervezettség. Igen, igen. Valahogy illetve össze... van úszómester, bévacs, tehát van az a nagy cici nők, akik rohannak és megmentenek, hogyha gond van. Szóval ezek, engem nem, köszönöm. Ezek így mind biztosítottak a kék zászlós helyen, és ennek is csak egy része az a partszakasz, ami ezzel van kitüntetve. Mert hogy az a nagyon már széles... Mi az, hogy ez most a tolóról beszélünk, igen, vagy igen, általában? Igen, tolóról. Hát ott azon a partszakaszról beszélünk, igen, ahol, akkor... igen, ahol a szélesebb és homokosabb rész volt. Ezt akartam mondani, igen, hogy az előbb, amit mondott, hogy az ilyen napernyős part, alapvetően mi úgy készültünk, hogy mi ott fogunk strandolni. Sőt, amikor a legelső nap elkóbászoltunk fel a fenébe az első ilyen akkor hát mondtuk hegyekbe. Is, hogy megtaláltuk a helyünket, hogy oda megyünk, de aztán végül nem ja, mentünk. Ja, strandkeresés, azt hiszem, igen, az volt igen, a videó hogy címe. A helyünket, de aztán akkor végül fentről nem. Így lenéztünk, és akkor megállapítottuk, hogy igen, mi ott fogunk strandolni. Aztán amikor visszafele mentünk, akkor láttuk, hogy az a kék zászlós rész, tehát akkor ez megerősödött bennünk, hogy igen, mi ott fogunk. Igen ám, csak egyrészt ott a napernyőért fizetni kellett, azt láttuk kiírva, nem mindenhol volt ez így, de mi nem jártunk ennek utána. Plusz azon túl a tömeg egy kicsit másabb így arányba van. Oszlott el az emberek száma per négyzetméter. Igen, és az viszont nagyon nem. Tehát ha. Akkor már inkább az épület, mert az, hogy ilyen sok ember közébe menjél, azt megkapod itt is, meg bárhol, ahol... Meg akkor nem érzed át, hát így mostan át, így át tudtad érezni, lehetett a tenger hangját hallani, azzal voltál, bár ennek ennél néha mégis behallatszott úgy messziről, tudod, ahogy vitte a hangot a víz, de ennek ellenére mégis az volt a igen, tökéletes érdekes, végül. Hogy a felvételeken, amik vagy voltak, vagy lesznek tengerben készült felvételek, hogy ott a kisgyerekeknek ilyen, mint egy óvodában, hogy nem tudom, én nagyon pedig sok gyerek száz méter hangot. Elódébb volt a hang, és, pedig és ott mi nem hallatszott. Nem, észre ott, se vettük. Hát de azért nem, tudod miért, a mikrofon más, viszont a milyen mikrofon? Ja, hát a készüléknek a mikrofonja jobban érzékelte, de te füled, hogy közel volt a vízhez, meg beleraktad a vízbe. Hát a víz viszi is a hangot, ja. Meg nem, szerintem inkább az, hogy nem azon voltunk elfoglalva. És itt mennyire jó volt hallani a tenger, itt tök ugyanúgy hallani lehetett a tenger hangját, mert én bedugom a fülemet a vízbe, amikor fekszem. Mert ő a szemét nem dugja be a vízbe, és csak akkor a fülét olyan, érted. Olyan jó hallani, ahogy amikor fekszel is az a tenger hangja. Szerintem látni jó, hogy ott megy a hal, és akkor mész utána, de úgyse tudsz. Na, szóval az apartmant kiveséztük, a strandokat rendesen. Kiveséztük. Aztán a túrákról meg olyan nagyon részletekben nem tudunk belemenni, mert azt viszont egész hát jó. A lényegi része, hogy 10 km per nap minimum, az megvolt. Gyalogosan simán lehet a környéken látni valót, a romot, partot, bármit lehet megközelíteni.
megközelíthető távolságban, nem olyan extrém, mint Hát gyalogosan, amit szerintem kényelmesen bejárhat, az maga a partrész az abszolút, tehát az még az esetleg plusz még a szomszédöből is. Egészségügyi problémával is, ilyen olyan kisebb egészségügyi problémával is megtehető, plusz vagy idősebbeknek is, nem? Sőt, plusz még a szomszédöből is, ami viszont ellenben más. Hát az a 3, 4, 5, 6 km. Már kilométer. Emelkedő van. Igen, de ha, ja, 6 km. Nem kellett volna emelkedő mennünk, mert mint kiderült utólag, azon a kis kempingút vonalon mentünk volna. Én a pici öbölről beszélek most. Ja, a pici, igen. Tehát az... a pici öböl az tényleg az még megközelíthető ilyen idősebbeknek is, vagy nem. Tehát az még úgy ahogy kényelmes. Ja, viszont az már emelkedő megy fölfele. Tehát például azért nem mindegy ezek a dolgok, mert ha valaki nem gyakorlott a túrázásba, egyébként mi sem vagyunk nagy túrázók, és mi nem... csak úgy szeretünk. Kíváncsiak vagyunk. Az emelkedő mellől még tett hozzá a meleget. Na ezt te ide azzal akartam kiukadni, igen. Azzal még igazából kivesz nagyon sokat az emberből, ezért vagy reggel, vagy pedig délután lehet igazán haladni, ezért mentünk mi délbe kétszer is. Igen. Viszont ennek köszönhetően találtuk meg azt a tök jó kis sziasztázó helyet, ahol csináltunk is, emlékszel egy videót, az a gyönyörű. Amikor kinéztünk a tengerre, igen, meg igen. A szomszédöbölre, az egy ilyen nagyon-nagyon jó kis nyugodt hely volt, és az pont fél úton van kb. Hogyha így elindul az ember a szomszéd kisebb öbölbe, amit mondtál, az igen, egy nagyon jó hely. A part az, ahogy mondtuk, amúgy végig homokos volt. Voltak olyan részek, ahol egy egész pici apró kavicsok voltak a parton, de hát az annyira, tehát az mintha ott se lenne. Az jelentéktelen. Tehát végig homokos, mondhatjuk így. Szomszéd öböl az már kavicsos, és hogyha még az egy picike öböl az Assini Beach, és ha még tovább mész, az még mindig az Assini, csak az már a nagy partrész, ott viszont már ilyen öklömnyi kavicsok vannak, de azt láttuk, hogy a partrészen változik. Változik, de valamint most nem megy hát át homokosba. De azt, a legvégén már igen. De azt akarom mondani, hogy a partrészen kavics van, tehát és ott törölközön ott nem is nem. Tudsz. Aha. Amúgy lehet pont a törölközőt akarják ezzel meg... babrálni, hogy ne legyen törölközős part a szülyesség? Nem feltétlen. Tehát napágy volt ahol ott napágy, is. Ahol napágy, ott is volt homokos rész. Ott a legvégében, tehát igazából. Fú, majd nem tudom, hát majd visszanézzük, azt, ott lehet látni ezeket. De mindegy, de nagyon-nagyon széles sávban, a tolóval ellentétben, Assini Beach-en, a nagy Assini Beach-en, széles sávban ilyen öklömnyi kavicsos a part. Nagyon szép egyébként, de ott is ez jól amúgy néz ki. Rajta törülközön, és tehát... egy idő, most harmadszor szóltál bele amúgy, igen. Ugyanebbe, és egy idő után homokká változik ez a nagy kavics. Ezt akartam ja, csak téged igazolni, hogy homokos a part, csak kívül, amúgy nem tudom milyen megfontolásból, most azért ugrott be, hogy nem-e a napágy. Nem, nincs, hát ott nem is volt. De ott nem is volt amúgy, vagy... bár vagy ilyesmi, ami miatt. Mondjuk ne, igazad, nem, hát igazad van, volt mert mögötte. Izé volt, még fotóztuk, hogy csak napernyő, nem, mármint nem, saját nem. Napernyő, az embereknek a saját napernyő, meg kis táska. De nem volt kiterítve, talán törölköző, vagy mi. De feküdtek rajta. Kavicson. Igen. Szerintem ugyanúgy kényelmes. Na mindegy, szerintem ez nem tiszta most így előttünk, mindegy. Hát az a lényeg, hogy kavicsos part, de ugyanakkor homokos, de annyira hosszú a partszakasz, hogy ha arrébb mész, ott már tényleg full homokos volt, úgyhogy végülis mindegy. Kb. Akkora, mint Toló, vagy másfélszer, talán picit nagyobb, ha jól emlékszem, így kilométerbe. Hát eléggé sokkal hosszabbnak tűnt nekem. Másfél kb. De ez térképen kiderül. De Csalóka, úgyhogy... Igen, igen. Toló az egy pici öböl, kis félköríves öböl, és az Assini is meg ilyen egyenesnek látszik, full egyenesnek látszik. Aztán megtöri ott a nem tudom milyen part, odáig mentünk el tulajdonképpen. Azért ez jó hosszú volt, mert mi voltunk olyan hülyék, hogy bementünk a tengertől ellenkező irányba, a falu részekre, vagy ültetvény részekre, amivel mondjuk annyira rosszul azért nem jártunk, mert valahogy úgy vettük le, hogy arra kell ott menni, nem tudom. Ott láthattuk annak miért. Köszön. Hát azért hát már a térképen nem jelölt utat le közvetlen a partig, és azért melegben nem kockáztattunk be abba az irányba. Lökök egyet magunkon, hogy levegőzzük. Löki, csak ne rakd rám a lábad, mert meleg vagy. Nem, már nem úgy, de érted. Ő éri a seggem, várja, nem igen. Jó. Aha. Visszajövök, akkor nem fogja. Na, szóval ott az is volt jó, hogy elmásztunk azon a részen, mert az miatt fedeztük fel azt a hát fenyősort, plusz a narancsültetvények.
A fenyő az tuja volt. Vagy tuja, na igen. Az brutális volt az a tuja só. Ja, ilyen nagyon-nagyon óriási. Igen. Az amúgy nagyon érdekes volt a helyről, ahogy ott láttunk először ilyen hatalmas nagy tujákat, hogy ilyen így nagyon nagyra felnövő, és jó ötlet, mert lényegében nem tudom, hogy az úgy valójában a természet adta fa, vagy ilyen telepített dolog, mert a hatalmas árnyékot... Hát fa sor volt, úgyhogy telepített hát kellett, ott telepített, hogy de úgy általában, hogy a környéken, hogy az árnyéként lett telepítve oda, vagy valójában ott az nőtt, azt nem tudom eldönteni. Hát szerintem az ott nő magától is, csak ott be lett ott sorozva ott szépen. Már a pálmafa viszont az se véletlen ilyen tengerpartokon. Ja, mi ott az asszínin mennyi pálmafa ezt volt? Erről beszéljünk egy egész pálmafa sor. Tolóba, tehát mi, ahol vagy, most már Szárti. Kérsz vizet? Nem, köszi. Nem titok, hogy Szártira szoktunk járni, nem tudom, miért nem mondtuk amúgy eddig. Ott is van pálmafa, telepített pálmafa, növendék pálmafa, nem csúnya, nem rossz, semmi negatívum, csak hogy annyi pálmafát mi még nem láttunk, mint amit. Hát, Tolóba volt sok, ott is volt egy pár azért. De nem csak a Toló, hanem például Náflióba, ahova a helyi busszal mentünk. Jó, hát át, ott van meg egyértelmű. Az valami elképesztő. A pálmafák paradicsoma. De tehát a szomszéd, de várjál, mert ne menjünk előre, hanem visszatérve az Assini Beach, ott is volt nagyon sok pálmafa, sőt, én nem tudom, az banánfa, vagy csak ilyen kamu banánfa, de rengeteg ilyen nagy levelű, valami hihetetlen ügyön, mint egy ilyen fél dzsungel, szóval ez túlzás, hát de... csak egy part részen egyik egy bárnál volt, igen. Egy part szakaszon fasor. Ja, ja. Tehát de az nem majd több... egy olyan pár év múlva lesz igazán majd még szebb, meg árnyékot biztosító pálmafák, mert egyelőre még csak ilyen növendékek, tehát árnyékot ad, de még nem de az volt igazi. Egy-két elképesztően magas pálmafa. Ja, ja. Például, szóval kb. Ott, amikor jártunk, akkor úgy arról beszéltünk, hogy nem jók ezek a hasonlítgatások, mert szerintem nagyon sokan nem félreértik, mert azt mondom, ami, de túlzás talán, de nem tudom máshogy kifejezni magam. Szóval, hogy amikor éppen ott voltunk, ugye ugyanúgy egy tengerparton vagy, mész az aszfalt úton, és a tengerpartot az aszfalt úttól egy fasor választja le, és az említett banánfának tűnő, illetve a pálmafáknak a egymást váltották, tehát ebből állt végig a fasor, és a pálmafák között volt olyan magas, hogy akkor ott, ahogy mentünk, azért úgy felmerült bennünk, hogy hát ez egy ilyen Kalifornia kicsibe. Kaliforniában vannak hát az ezek? Életet leszámítva, ami valójában van a Kaliforniában, igen, a partrészt nézve csak igen. Amit még a helynek amúgy nagyon jó volt, és mi azt ki is használtuk 100%-osan, az, hogy a közelben ott volt az Anáfió város. És így akkor, hogyha elmentél egy kis halászfaluba is, meg strandoltál, esetleg még látnivalót is akartál, akkor az ott volt a közelben. Nem kellett hozzá hosszú órákat utazni, hanem igen. 20 perc alatt megközelíthető volt. Igen, ráadásul ez a régi Görögország, tehát a régi főváros a Görögországnak, ez a Náplió, szintén nagyon-nagyon pálmafás, és nem térnék most külön ki rá, mert úgyis esik majd még szó róla, viszont amiért nagyon érdekes, és ő is jól mondja, hogy egyrészt a helyi busszal is meg lehet közelíteni. 20 perc összesen kb. A menetidő, szóval... Akár gyalog is állítólag át lehet sétálni, de szerintem azért a tűző napon én azt nem mondanám, hogy bárki csinálja, mert mi sem mertük bevállalni. Amúgy bevállaltuk volna szerintem, mert kilométerbe hát, az igen, sem mert több. Hogy ugyanúgy ilyen narancsültetvényes út lett volna, mint ahol átmentünk az Assinin, valami hasonló. Kilométerbe több lett volna, mert 8 kilométerre van tolótól. De az nem vészes, csak a tűző nap. Igen, az a igen, most az... Meg nem tudom, emelkedő ott nem volt, nem emlékszem. Csak ott. A legelején, amikor kimentünk Tolóból, onnan visszafele, ha jönnénk, akkor ott lett volna, de ilyen számottevő nem. Na azért mondom, de szóval mindegy, ez így volt jó, hogy helyi busszal is lehet oda menni, illetve hajóval is lehetett volna, de azt éjszaka. És ennek az volt az oka, mert a helyi busz az 10 óra, nem tudom mikor jön az utolsó busz vissza, de ez sem mindig, tehát van, amikor korábban szezonban van. Szezonban fél 10 kor, amúgy meg ilyen valami 8 körül. Igen, valami ilyesmi. És mivel, hogy nagyon szép a város kivilágítva is, de te addigra már eljössz onnan, tehát a sötétedést megelőzően ahhoz el kell jönnöd, hogy az utolsó buszt elérd, ezért van ez, hogy hajókirándulás is van oda.
és akkor kiköt ott a hajó, és akkor az ilyen éjszakai fényeket is meg lehet nézni. Szóval ez tök jó, hogy hajóval is lehet menni, busszal is lehet menni, illetve nem tudom, amúgy buszos út volt oda ilyen nappali. Arra te emlékszel? Már hogy pluszban még a helyi járaton kívül? Hát Nem. ilyen kirándulás, ilyen Nem, szervezetten nem volt ilyesmi? Csak az a heti egy alkalom, és a hajóval is csak egy alkalom volt. Na minden De hát, hogyha lehet. azt veszed, mivel hogy ott voltak ilyen vízi taxi lehetőségek, simán azzal is át tudsz menni, hogyha megteheted, anyagilag az nem probléma. Hát nem is csak az anyagi, hanem mi például a hídrán ugye ott akartunk aludni. Kérdeztük, hogy alternatívát arra, hogy ugye két éjszakát nem tudunk ott tölteni, úgyhogy nincs szállás. Tehát az egy éjszakát, ezt azt hiszem meséltük, hogy egy éjszakát bevállaltunk volna, de kettőt azért nem, szállás nélkül. És hogy alternatíva arra, hogy akkor most hogyan tudnánk, tehát hajóval nem lehet onnan eljönni, csak ez a szervezet hajóút keretében, és akkor mondták, hogy hát de lehet, csak így átszállás, vagy mi volt, komp, meg nem komp, vagy nem tudom már milyen hajókat mondtak, mert igazából egyik fülemembe másikon kimen macerásnak tűnt. De mi ezeket beszoktuk azért vállalni, hát nem egyszer voltunk külföldön, vonat, átszállás, csomó történet van ezzel kapcsolatban, de itt most ez nem volt az a szitu, szóval inkább nem erőltettük. De hogy igen, hogy a hajókázásra is egy csomó esély, lehetőség van, meg a város nézésre is tulajdonképpen. Hát egy három program volt, amilyen hajós, az a Hidra, Nafio, meg az a sütős-főzős, strandolós. Igen. Hát az egy hétben az bőven bele is fér, tehát hogyha végigmentél volna minden programon, amúgy se tudnám, mert akkor nem marad egyetlen egy szabad napot csak. Mert hát szinte mindenkinek megvan, igen, hogy mi minden napra tetszik. Jutott, mert hogy ott volt még az Atén, tehát igazából Ja ott, igen, meg a Korinthosz. Meg a Korinthosz, tehát így minden napra jutna ilyen program, hogy elmenjél. Ez az, ami nagyon igen. Jó a helyben, hogy Atén, meg a Korinthoszi Változatos. Csatorna is, és illetve még plusz három lehetőség is. Tehát szárazföldi és vizes program is van. Igen. És nagyon sokféle, tehát színes a program kínálat, vagy nem is a program maga, hanem ahová tudsz menni. Egyúttal a Nafplióhoz még annyit fűznék, hogy amúgy mi mondták, hogy ott van szombaton piac, és igazándiból mi oda mentünk. Tehát nyilván a városba is körül akartunk volna nézni. Csak aztán megfeledkeztünk róla, de felejtettük. Ennek ellenére mégis be tudjuk mutatni a piacot, mert végül a végeit az ne lőd el. Utolsó, igen, órák lehet, hogy még azért átadják azt az érzést. De szóval a másik pedig, hogy erődök itt-ott. Hát a templomok az, igazából minket ezek az épületek kívülről érdekelnek, belülről kevésbé, szóval ilyen múzeumok, ilyesmi minket úgy annyira nem. Tehát inkább látni szeretjük, nem olvasgatni a dolgokat. Nyilván, ha valami olyan valami érdekel, akkor elolvassuk, mint ahogy volt egy ilyen, az erőd volt, ugye? Az is lehet, hogy amúgy Bár. Érdekelne még belülről is, mert biztos, hogy jó lenne belülről is bemenni. De mint például, hogyha az aténi programot is veszed, hogy ilyen plusz 10 eurók meg belépő per x helyen, tehát ott is milyen magasra ment az ár. Szóval itt azért azt is hozzá igen, kell mert tenni, most hogy az arra gondol. Odajutás is pénzbe kerül, azt már a helyet akkor legalább kipipáltad, és tudod látni, és meg tudod nézni, és csodálni. Viszont, hogyha még be is mész, meg még bent is körülnézel, ott azért már megint zsebbe kell nyúlni. Szóval azok mind-mind plusz-plusz hát eurók. Hát ilyen volt egyébként pont a pont Nafplióba volt egy nagyon szép erőd, vagy vár, vagy mi volt, ezeket én sose tudom, hogy erőd, meg vár, mi a különbség, na mindegy. Burci vár, vagy Burci erőd, az volt a neve. Egy olyan volt, mintha egy sziget lett volna az egész, szárazföldi rész nélkül, csak maga az erőd, így kilóg a tengerből. Viszont ez nagyon közel volt ahhoz a és ahhoz partrészhez, képest mégis ahol milyen volt. Árat kértek a vízitaxis. Igen, most nem emlékszem, hogy 10 euró volt, akkor de 10 euró volt, és óránként ment, és 20 perc lett volna az ott töltött idő. Métert mondjunk, hogy mennyi volt ez az erőd. Szerintem még egy kilométer se, tehát egy pár száz méter volt. De ugyanez, még pár száz se ugyanez volt, hogyha Nafióban várhoz, igen. De hogyha Nafionál várba is, hogyha felmész azon a 1000 lépcsőn, amin felmész, akkor is fent ott fogad, hogy 8 euró a belépő. Jó, de várj, ne a keverjük helybe. A dolgokat. Én tudom, hogy te ezt most miért hoztad ide föl. Igen, tehát, hogy ezzel számolni kell, amikor valami kirándulásra befizetsz, hogy az út oda az X
pénzösszeg. Ezt befizeted, oda visznek, tök jó. De ott van egy belépő is. Egyébként pont még anno Párizsban, a Louvre-nál volt ez, hogy egy óriási sorba mi nem álltunk be. Tehát én elhiszem, hogy a Mona Lisa az nagyon szép ott a falon. Ja, de elvitte pont az idegen... volna a több órát, és nem is láttunk volna és Párizsból az... semmit. Igen, és ez egy nagyon, nekünk gyors talpaló, egy nagyon hirtelen jött út volt még 2005-ben. Nem tudom, mindegy, régen. Egy nagyon hirtelen jött gyors talpalós út volt, ami 4-5 nap volt talán az egész, már én nem emlékszem pontosan, hogy volt, de az, ott is végig gyalogoltuk az egészet, derékfájás, lábfájás volt a vége. De Görögországnál maradva? Jó, visszamegy. De azt akarom csak elmondani, ja, hogy ott is a gyors volt, és ott is az volt, hogy a Louvre-nál álljak, fizessek külön pluszba belépőt, addig még én ott sorba állok, végigjárok 3 másik helyszínt, ami érdekel. Nem arról van szó, hogy az nem tetszik, csak egyszerűen a sorban állás része, meg az, hogy oda plusz fizetni kell, el tudod azt dönteni, hogy téged mi érdekel, és arra költsél, hogy jól érezd magad attól, ahol vagy, és amit csinálsz, és nem azért, mert azt mondták, hogy azt meg kell nézni, az a trend, vagy az a... Nem mindegy az idő se. Hát igen. Mert hogyha azért elutazó valahová mész 1000 kilométereket, és ott vagy a sorba, mondjuk 2,5 órát azért, hogy bent lehessél 20 percet, akkor, és még ráadásul ezért még fizetned is kell, lehet, hogy elgondolkodtató, hogy melyik a értékesebb időben. Nem? De egyébként idő volt alatt... itt ehhez most ez egy poén, és akkor visszatérünk. Volt egy nagyon jó poén akkor ott Párizsban, Louvre-nál, amikor nem tudom, ott buszból kiszálltunk, vagy szóval ott voltunk a környéken, és mondta, hogy na ott a Louvre, és akkor oda lehet menni, és akkor idegenvezető nagyon jó pofa mondja, hogy akarjátok látni Párizsban a Mona Lisát? Igen. Mondtuk mi, hogy igen, persze. Kinyitotta az útikönyvet, és mutatta, hogy na, itt a Mona Lisa. Aztán röhögtünk, ennyi volt. Mi akkor Párizsban láttuk, igen, van, a Mona Lisát. Na, de visszatérve. Tehát ezeket a templomokat, ilyesmit mi így kívülről szeretjük, az építészet. Az egy szép dolog, jó dolog. De az, hogy így bemenjünk, megnézzük azt is, egyrészt, ahogy említettük, a belépő az már nem annyira szimpatikus, ha ott külön ilyen van. Nem is az, hogy nem fizetné meg az ember, csak megint azt mondom, akkor inkább iszok egy frappét, láttam az épületet. Ja, és a Burcivár azért volt érdekes, mert ott is az volt, hogy egy nagyon-nagyon szép valamit láttál. Az tényleg szép volt, az tényleg egy ilyen közelinek tűnt, és az, hogy vízitaxival oda átmenjél, az megint csak egy... jó dolognak tűnt, de annyit variáltunk rá, hogy most mit csináljunk oda, most tényleg menjünk át, és valószínűleg az az egész onnan belülről annyit nem nyújtott volna, mint hogy kívülről láttad azt az egészet. Ja, tehát hát ha... meg időben megint csak. Igen, igen, nagyon sok idő kiesik az, hogy oda vissza taxi, visszahoz, mint a vízi taxi, oda visz, visszahoz. Amíg ezt megtettük volna, amúgy mennyi volt oda az út, mit írt? 10 nem euró. A időbe. Nem, nem, az nem volt, hát az nem sok, pár perc, 5 perc, nem, hát 10. Semmi, igen, még annyi sem. Na mindegy, de hát egy órát egész biztos, hogy ott elböcsöztünk volna, és akkor mondjuk már másfél óránál járunk majdnem, mondjuk, hogyha így nagyjából meg kellene satszolni. Már csak azért is, mert egy óra múlva jön vissza. Igen, na, hogyha abban 20 percben nem jössz vissza, amíg ő ott van, mert ott 20 percet töltött, akkor még plusz egy órát ott kellett volna tölteni. Na, igen, igen, vannak tényleg. Vannak ilyen bújta, és hogyha esetleg visszafele pont egy olyan csoport jön, hogy nem férsz el, akkor megint ott ragadtál, szóval mindenféleképpen számolni kell ilyenekkel. Egyébként még valami, most ezt tudom, hogy megint szólni fogsz érte, hogy ne kanyarodjak el, de szerintem erősen ide tartozik, hogy megértessem, hogy mit akartam ezzel mondani, hogy a belső dolgokat kevésbé szeretjük. Hát ugye elsősorban természetet szoktuk nézni, és a természeti értékeket keressük mindig, mindenhol, mindenbe. Vannak dolgok, ami ezen felül is nagyon tetszik, ilyen különböző művészeti, most mindegy, szóval sok minden. Igazából szerintem mindenre nyitottak vagyunk, ami érdekes. De ezeket a belső dolgokat, ilyen az épületen belül dolgokat például azért sem, mert nekem ilyen szempontból például az egyik, nem rossz emlékem, de valamilyen szinten kell, azt kell, hogy mondjam, hogy csalódás volt. A régi nagy álmom volt a Dracula kastély, ahova ő vitte el. Életem első külföldi, nem, második külföldi útja az a Erdélybe a Dracula kastély volt. Nem menjünk bele, hogy melyik, meg miért, meg hogy.
Lényeg, hogy eljutottunk, gyönyörű volt, imádtam, amikor megláttam, semmihez nem fogható, viszont maga belül az egész. Tehát, hogy van egy képed az egészről, mert ugye nekem mondom, nagy álmom volt, van egy képed az egészről, és olyan ódon, olyan, mint a filmekben, tudod, pókháló, nem tudom, sötétség, gótikus, semmi köze a valósághoz. Tehát olyan értelemben van, hogy csalódás, hogy maga az az élmény nekem abszolút pozitív. Viszont ezek a belső terek azért sem érdekelnek, mert hát én mondom, én szeretem az ilyen legendákat, meg a mitológiákat, és akkor van a fejedben egy kép a dolgokról, és akkor bemész egy ilyen épületbe, és porig rombolják az egészet. A valóság attól, ami az te fejedbe így kialakul valamiről. Mint például ugye ezek a kék-fehér épületek is, nem vagyunk vallásosak, egy kék-fehér templom gyönyörű, Görögországhoz erősen kötődik, nagyon szépek, nagyon tetszik. Hát, mint ahogy el is mentünk megnézni a hegyen azt a, nem tudom a nevét, templomot, Kiriaki. és onnan a kilátást. Igen, pont ilyen erre gondoltam, tehát oda is oda mentünk. Én nem szeretném, hogy lerombolja azt a képet, ami kívül van, meg a látképet, tájképet, az, ami belül van, mert az viszont engem nem érdekel. Tehát az más kérdés, hogy szeretem, nem szeretem, mi a véleményem, ez most nem ide tartozik, hanem egyszerűen az, hogy engem az kevésbé. És akkor így nem akarom ezt a számomra negatív dolgot belevinni az amúgy pozitív az élménybe. Képen, igen, 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 igen. Tehát nincs szükségem arra az információra, ennyi. Igen. Tehát, hogy így ezt akartuk még a templomok, meg az ilyen fajta dolgok kapcsán, erődök. Tehát lett volna még ott bőven lehetőség, sőt, hát Nafplióba is a nagy erőd, ami... Hopsz, egy sas. Vagy legalábbis valami nagy madár. Nem biztos, hogy az, mert nem olyan nagy, nem? Hát ott kering, nem galamb, az biztos. Ne, attól kisebb. Uh-huh. A sasnak van egy ilyen hulláma. Jaja. Szóval lett volna még bőven mit nézni, mert ez az erőd is tök jó lett volna ott a Nafplióba, ahova amikor amúgy megérkezett a busz, alapból ott magasodott a hegy tetején. Nem mentünk fel az előbb említett okokból. Legfeljebb majd legközelebb. Így újabb lehetőség, hogyha elmegyünk, akkor legközelebb már tudjuk, hogy elmászkálásban mi az, ami látni lehet, és akkor azt a rengeteg energiát majd arra fordítjuk. De nem is csak az, mert amúgy azt hittem most megismétli, de nem, hogy a lépcsőfokok. Ja, hogy a lépcsőfokokat megmászva, igen, ott az 1000 lépcsőfokot megmászva felmész, és ott kérik a 8 eurót a belépőért. Állítólag, igen. És nem pedig fordítva, mielőtt felmész a várhoz. Azért ez de milyen, nem? Ezt így, hogy előre tudod, mondjuk nem egy előny. Szóval azért jó, hogyha tudod, hogy nem már mind nem egy nem hátrány. Vagy nem egy hátrány, igen, nem mászod meg, ha esetleg az miatt menni, mert be akarsz menni. A kilátás miatt akkor viszont teljesen mindegy, mert akkor kérhetik az eurót, ha te úgyse akarsz bemenni. De azért, ha már odáig felmész, akkor valószínűleg úgyis bemegy az emberek többsége. Igen, de nem is csak vagy a belépő volt az egyik ilyen ok, hogy nem mentünk fel végül, hanem egyrészt a sok lépcső, nagyon nincs kedved egy tengerparton, amikor látni szeretnél sok mindent, meg tájat is, meg nem csak tengert, hanem várat is, de azért egy ekkora lépcsőt nem biztos, hogy szívesen megteszel, annál is inkább, mert rohadtul tűzött a nap. Tehát igazából a másik, amiről nem sokan beszélnek, vagy nem is az, hogy nem sokan, nem téma, hogy itt is, ahol mi most vagyunk, gyümölcsfák árnyékában vagyunk. Ott vannak ugyan gyümölcsfák, meg vannak ilyen-olyan fák, hát ugye pálmafa, meg más egyebek. Más a mediterrán meleg. Nem csak a meleg, az árnyék, nem nagyon van árnyék. Inkább az épületeknek van árnyéka. Ja, hát meg a pálmafák, pont azért jó az a rengeteg pálmafa, ami van ott, ami volt a parba is, ott is a pálmafák árnyékába pihentünk. Igen, meg. De például gondolj a hidrára, amikor egész fölmentünk, ja, és már visszafordultunk. Igen, ott is csak az épületek. Ja, ja. Nem volt egyszerűen fa. Tehát annyira, mi árnyék, a jó szó az erre, csak az kietlen, épület, igen. Nem kietlen. Tehát ilyen tikkasztó, nagyon durva a meleg, és ezért ott is visszafordult. Utána ebbe az erődbe ezért nem mentünk. Csak az be épületek, eleve. Igen, az épületek árnyéka azért az hozzáteszi, hogy ott is még plusz meleg. Igen. Na, ahol meg épület van, az ugyanúgy felmelegszik, és az ugyanúgy. Ahogy egyébként ott azért ez más szerintem.
nem? Ott nem tűztek a falak úgy, mint a mondjuk falak, Budapest. Nem olyan magasak, persze, hát, tehát annyira nem szorul be a meg levegő. Meg kőből vannak, igen, nem és betonból. Nem szorul, igen, nem szorul be annyira, így van, és nem betonból. Ez miatt annyira nem, ja. Na, ott viszont most már nagyon közeledik az az eső, Igen, úgyhogy elég az le fogja sötét. zárni, ha hirtelen, akkor az azért lesz. Ha futunk, cuccolunk hirtelen és futunk, vagy valami borul, akkor jött a zivatar. De reméljük nem kerül erre sor. Igen, szóval így a templomok, ilyesmi tehát az kipipálva, mit lehet még. Szóval összességében szerintem egy talán azt kell, hogy mondjam, az egyik legjobb nyaralásunk volt. Ez valószínűleg ennek az eddig. is... Eddig. Már meg ki tudja, Azt mi mondtam, következik. nem mondtam Nem, azt? hanem, hogy eddigi legjobb. Már még lehet, hogy lesz Az sokkal egyik varázsa. eddigi legjobb Igen. nyaralásunk volt. Hát az, hogy Görögország, az szerintem egyértelmű, hogy csak jó lehet nekem egész biztosan, de szerintem neked is. Nem tudnám megmondani, hogy miben volt ez jobb, mint a többi. Szerintem nagyban hozzátett az évfordulónk. Illetve az, hogy a megközelíthető dolgok. Tehát sokkal több megközelíthető volt most számunkra, mint amúgy. Igen, de most ez viszont attól is függ, hogy ki mennyire és mire nyitott. Mert az, hogy vannak programok, ez pont, amit a Párizsra is Ja, persze, példáloztunk, hát... az, hogy vannak programok, és az, hogy téged mi érdekel, az két teljesen különböző dolog. Szóval most azért, mert oda illik menni, oda nem kell menni. Oda kell menni, ahova te akarsz menni. És ha van hova menni, máshol is lehet, az jó. Persze, hát csak hogy ne, most sőt. Mi ahhoz hasonlítjuk, ahová évek óta járunk, és ott már nem volt hova menni. Lett volna, csak szintén ilyen fizetős dolgok, és ami meg úgy szintén megakadályozza az embert, de itt több volt az olyan, amiért nem fizettél, hanem vagy ha fizettél is, akkor a helyi járatnak az összegét, ami nem mindegy, hogy 1,80-at fizetsz egy buszjegyért, vagy pedig 35 eurót fizetsz be egy fakultatív programra, a kettő közt óriási különbség van, nem is csak az összegben, hanem a kötöttség. Tehát az, hogy ha mész valahová, valamilyen programra befizetsz, ott kötött az idő, mint ahogy mentünk hajóval a Hidrára, volt 2,5 órád az, hogy bejárd a szigetet, aztán jöhettél el. Tehát hiába, ha még értéke nem is nagy, a kötöttség az viszont sokat számít, veszel Igen, belőle. az Mert igen. például mi oda mentünk volna a reggel a Hidrára, azt este lehet el se jössz, és még be se jártad. És akkor itt most pont tudok mit ide felhozni példaként, hogy mire is gondol most ő ez alatt a kötöttség alatt, hogy Návplióban ugye azon túl, hogy helyi busszal mentünk, és érezhettük a helyieknek a buszos szokásait, kultúráit, vagy hogy mondjam ezt. Együtt dobogtál a görögök Igen. szívekkel, ahogy Igen. együtt átmentél a városba, ahogy ott élnek, és a mindennapokat átérezted, az igazi közelséget a görög embereknek, azt Főleg a megkaptad. halőr, amikor egészen közelségben voltunk. Na, aztán tényleg az, hogy eleve helyi busszal átmentél oda, és akkor ott, most túl azon, hogy piac, meg ki mit akar látni, erőd, meg mondtam ezt a kötetlen várat. Maradt az időd. Kötetlen maradt az időd, és a kötetlen idő alatt mi találtunk egy, hát találtunk az túlzás, mert itt szúrnám be, hogy az idegenvezetőnek ezúton is köszönjük, a Ritának, hogy nagyon-nagyon fantasztikus munkát végez odakint, és nagyon tetszettek azok, hogy külön térképet kaptunk, leírást kaptunk, magyar nyelvű leírást a látnivalókról, térképen bejelölve mindezek, na és akkor visszatett a Navfrióba, ahova busszal mentünk, találtunk a térkép alapján egy hát görög színháznak volt írva, tulajdonképpen az Az volt. is volt annak Nem ez idején, de most viszont a hangulata az nagyon érezhető volt a nap végén, amikor megfáradtunk, és ottan kifeküdtünk, és átéreztük az egész nap fáradtságát. Nem ez a tipikus kőből készült félköríves ülés soros történet. Ugyanez volt, csak kicsibe, és nem kőből, hanem fából, ilyen könnyű szerkezet, vagy Igen, hogy annak nincs az ilyen új építésű valami volt, tehát az nem a régi dolga, de nem jó, maga a csak nem hely akartam varázsa. más képet, Igen. hanem nekünk az egy fantasztikus élmény volt, hogy tényleg elfáradtunk ott a nagy sétafikába, és akkor így lényegében a nap végén, délután, amikor már nagyon készek voltunk, Idős öreg akkor görög bácsi helyek, társaságába kipihentük. Ők is ott pihentek mert ezeken ott az ők, üléseken. Ők összejárnak ezek szerint, nem valószínűleg egyszeri alkalom volt,
és úgy ugye összejöttek, ott beszélgettek, és mi annak a társaságába elnyúltunk, az Igen, megérdemelt pihenő. kifeküdtünk oda az erőd, közvetlenül ez a kis színház rész, ott az erőd a nagy híres erőd alatt volt, és egy életünk egyik legnagyobb élménye volt. Dobálozhatnánk mi az ilyen puccos, olyan puccos, ilyen étterem, olyan nem tudom mivel, meg az ilyen program, olyan program, szó nincs róla. Ez, amit most mesélünk, az egyik legnagyobb élmény volt az életemben, hogy ott kifeküdtünk ott az erőd alatt egy ilyen faizére, és csak pihentünk. Nem? Ezt Hát szerintem úgy, mint ahogy most eszméletlen. tettük, csak akkor nem függőhányban, hanem a színpad előtt emelvényen. Jó, de ott a görög levegőt szívtad Igen, hát plusz, magadba, a ahogy ott görög bácsik beszélgettek ott görög mellettünk, hangját, csacsogás. sőt, ilyen kisebb vitába is keveredtek valószínűleg, így a hangsúlyból ítélve, szóval így érezni lehetett azt. Meg én nem vagyok egy nagy történelem gurú, vagy zseni, vagy nem is voltam nagyon jó tanuló sem, meg ilyenek, de ott például Görögországnak tényleg, amerre nézel, a történelme ott van a levegőbe, és ez nekem annyira nagy jelentőségű dolog, nem tudom, ez ilyen hülyeségem nekem, én szerelmes vagyok Görögországban, ha nem tehetek róla, de ott tényleg az volt, hogy mindenbe érzed azt, hogy ennek nagy jelentősége van, ennek a épületnek, annak a térnek, annak, ó, akkora terek vannak, atya, úr, Isten. Hát már maga köszönhető az, hogy a tenger miatt is. Igen, Ha más igen. nem, afelől rengeteg messzi látható tér van. Nem is kell, csak a városi részét nézve, meghagyták nagyon sok helyen a régi építési formát. Nem enged. De hát az amúgy is ilyen ókori része volt Hát annak ők a szerintem városnak. híresek, vagy igen, híresek arról, hogy tisztelik a dolgaikat, nem? Tehát, hogyha Ja. most jó tudom, ez megint más, meg vallásféle dolog, de a több Isten hit, hogy Nem engedték, hogy régen. átformálják a régi helyeket, akárhogy is alakultak a történelem folyamán Hát ott de az ez ugyanaz, építkezések. amit mondok. Megmaradt, igen. Hogy felruháztak ilyen személyiséggel dolgokat, mit tudom én, jelenségeket, például földrengés, akkor annak kineveztek egy istent, hogy azt az X isten csinálja. És nekem ezek nagyon tetszenek, ezek a dolgok. Szóval, hogy ezekre is tisztelettel néztek el, ezekre az eseményekre, vagy jelenségekre, nem csak úgy pusztán így. Szóval más, na, tökre más. Az Hát is ez egy olyan, mint hogy tisztelet, most, ez is egy olyan, tisztelet, mint ami. ha most azt mondanánk, hogy hú, el kell szakadni, jön az eső, zivatar van, helyette majd lehetne úgy is mondani, hogy mindjárt lecsap ránk Zeus Isten a villámjaival, és bekergeti innen a szabad ég alól a tető alá. Hát Poszeidont Mert nem hogy mondhatjuk, mert tenger nagyon nem errefele nincs. akarja, hogy elmeséljük a későbbieket, ami még történt, de hát olyan nagyon sok minden ezen nem történt. Tehát átmentünk a strandoláson, meg voltak a fakultatív programok, és azon belül már csak a visszautazás volt, ami már szinte elrepült, mert már számítottunk arra a részére, hogy mennyi idő, és hogy tartva, hogy hú, de hosszú lesz, még 3 órával rövidebb volt. Ráadásul feldobta már legelején az utazást az, hogy amikor jöttünk visszafele, megálltunk egy narancsültetvény mellett, és a kedves kis mamókától vettünk a hazahozatalra egy olyan 6 kiló narancsot, legalább, ha jól emlékszem, ugye, valami a körül, Hát valahogy. és ráadásul úgy, hogy És mi még van belőle. el is terveztük azt, hogy mi narancsot fogunk venni majd visszafele, mert hogy Na igen. az a hetet végig kísérte a narancs, mert hogy mindig ettünk narancsot, mert nagyon finom volt a helyi narancs. És ennek ellenére viszont, hogy elfelejtettük, nem vettünk végül De a visszafele útra, sofőrök megoldották. valahogy megérezték a gondolatainkat, hogy így sugároztuk kifele, hogy kimondtuk, hogy azt elfelejtettük. Rá egy pár percre megállt a busz az ültetvény mellett, és megvettük a narancsot. És így hazahozhattuk azt a pár kiló narancsot, amiből még, ahogy mondtad, még mindig Az van. utolsó darab, két darab. Hát illetve amiből készült a narancsúz. Jó, hát de ami Hogy van még, szerintem egy-egy darab, nincs most már, hogy többe. beszélünk róla, az lesz majd, hogy Megyünk, azt bemegyünk megesszük. és megesszük azt a 2 darabot. És akkor elfogy, mehetünk Hát, vissza Görögországba. ez van. Na, azt szerintem
Nem tudom, így akartunk arról beszélni, hogy így összessége mi a véleményünk. Én mondom még egyszer, szerintem az eddigi legjobb nyaralásunk volt. Biztos vagyok abban, hogy az évfordulónk is erre rát nyomta pozitív értelembe a bélyegét, tehát hogy a tavaly, hogy semmi nem sikerült, annak ellenére, hogy a 20 éves évfordulónk volt, semmi nem jött össze. Ami egy kicsit elcsúszott egy évet csúszott. Ráadásul míg ott voltunk, nem is gondoltunk így teljes végig így rá ebben a szempontból, de mégis rávetíthető, hogyha így nézzük. Mert szerintem ilyen kimondatlanul benne volt mind a kettőnkbe. Adjunk. Mindig beszéltünk róla amúgy is, de hogy nem gondoltunk rá. Hát arról beszéltünk, hogy a legközelebbi utazás majd az lesz. Vagy egy olyan hely, ahová el akarunk jutni, és ilyen volt a Hidra, úgyhogy... Mondjuk más helyről volt akkor még szó, de igen, igen. Hát jó, egy kicsit Azuri-szigetek, meg a Machu Picchu, hát meg igen. Hasonló. Na jó, de most... nem, elégedettek vagyunk, abszolút maximálisan. Akkor most mondjuk ki, jöhet a Machu Picchu, tessék. Igen. Következőből szívesen beszámolunk Machu Picchu-ról, hogy milyen volt, csak valahogy meg kell oldani, hogy eljussunk. Jó, nem, most tényleg ezt próbáljunk csak erről beszélni. Tényleg jó volt, gyönyörű volt, szép volt. Az elején, az első benyomások ellenére utólag azt kell, hogy mondjam, hogy bármikor visszamennénk. Ja, mert hogy a legelején máshogy beszéltünk róla, amikor volt egy olyan videó, elbeszéltünk a templomnál, ott még máshogy láttuk, de máskor is volt a hely varázsa az módosította az addig gondolatainkat, és szerintem ez így a jó. Tehát az embernek van is a szabad idején, nyaralás idején, elején egy picit olyan, hogy valami miatt, bármi miatt, egy apró dolog miatt is nem lenne jó, nem szabad hagyni, teret adni neki annak, hogy elrontsa, mert végül itt is, ahogy kiderült, nem tudta elrontani semmi. Igen, pont ez a nyaralásnak, többek között a nyaralásnak is a lényege, hogy nem teheti tönkre egy negatív gond. De mondjuk szerintem mi nem voltunk negatívak akkor sem. Sőt, egyáltalán nem. Csak tehát... hogy a visszamegyünk-e dolog volt egyedül csak. Tehát maga a helyen nem? Nem, hát azt mi eleve úgy álltunk hozzá, mint mindig, hogy akármi lesz is, mi jól fogjuk magunkat érezni. Tehát minket az nem érdekel, hogy a szomszéd esetleg valami alatt mond, hogy mit tudom, hogy mi van az apartmanjában, vagy hogy a szenved sofőr a szunnyogoktól csúnyán válaszol egy kérdésre, vagy elfogy a kávé, vagy mit tudom én, hülyeségek nem érdekelnek. Mi azért mentünk oda, hogy jól érezzük magunkat, külső befolyás nem érhet minket, és nem teheti ezt tönkre. Szóval erre mi eleve így készültünk, de mindig is így voltunk vele. Ez meg, hogy most mi volt utoljára, amiről beszéltünk? Hát az, hogy jó volt, tehát nem csak a vissza... Ja, hogy, hogy az elején, hogy máshogy gondoltunk rá. Ez nem jelentette az, hogy elment volna bármitől a kedvünk, abszolút nem. Épp az, hogy ilyenkor kezdődik a kihívás része, hogy megtaláld magadnak azt a dolgot, helyszínt, akár partszakaszt, ami a te ízlésednek megfelelő. Tehát azért, mert egy valami éppen akkor nem tetszik, az nem jelenti azt, hogy 10 perccel később sem fog tetszeni, vagy mit tudom én, 2 méterre arrébb, vagy szóval érted? És meg is volt. És meg is volt, és egyébként pont az a strand tetszett meg végül is, ami amúgy az elején nagyon nem akaródzott tetszeni, hogy az épület oldalába. Meg lehet azt szokni. Ha választani kell, továbbra se ilyen helyre mennék, de viszont ide bármikor visszamennék, mert tudom, hogy azok a feltételezett negatívumok, ami az épület oldalával velejárói az én kis elképzelésemben, az nem volt. És innentől kezdve van az, hogy más hasonló helyre sem tekintek talán ilyen negatívan majdnem. Persze. Tehát már csak azért is jó nyitottnak lenni, mert tanul belőle az ember, és az előítélet az bezárkózottságot teremt, és egy ilyen kis burokba élést. A nyitottság az pedig mindig tanulsz, tapasztalsz, és minél többet tanulsz és tapasztalsz, nem az iskolapadba, hanem a világból, a valódi életből, annál jobb lesz neked, meg a környezetednek. Igen, jobb, hogy te mondtad ezt ki, mert ezt nem akartam mondani, hogy annál bölcsebb vagy. De szerintem de. És hogyha ez most beképzeltség, akkor vállalom. De szerintem ez tényleg így, hogy annál, nincs jobb annál, mint amikor így megtapasztalod a világot magad körül. Tehát annál nagyobb tudást ember nem kaphat tényleg a
sorstól, hogy úgy mondjam. Mi erről a véleményed? Jók a gondolatok, és igazolja azt, ami valójában van. Tehát tényleg így van, és így is történt. Most is, ahogy történt ez a nyaralás. Úgyhogy jó volt, szép volt, vissza akarunk menni. Vagy legalábbis elutazni. Mindenféleképpen menni akarunk, nem? Megcsapott az utazás szele, és amúgy így a sorszerűsége a dolognak, hogy azt megelőző egy hónapban arról beszéltünk, hogy nagyon akarunk menni, világot akarunk látni, ez így megérintett, és most, hogy megérintett, most még inkább akarunk menni. És mivel annak köszönhetően ez így úgy valahogy eljutott a szellő, és megtörtént, ami most is történt, hűha. Bármennyire hihetetlennek tűnt, hogy eljutsz a Hidra-szigetre, megtörtént. Igen. Így most még inkább kimondjuk, hogy még inkább akarunk menni, úgyhogy ez, ha kimondjuk a dolgokat, úgy látszik, meg is valósul. Pont úgy, legjobban mint... zárásként ezért pont úgy, mint... Jön a felhő, mondtuk, és ha kimondjuk, hogy akarunk menni... Mondtuk, hogy akarunk esőt az elején, és ez most úgy szintén meg fog történni. Hát futni azért nem szeretnénk, úgyhogy szerintem lassan lezárhatjuk. Így van. Szóval mindenkinek ajánljuk Tolót, mint görögországi üdülőhelyet, tengerpartot. Csodálatosan szép. És használj ki minden pillanatot, ha bármere utazol, vagy bárhol vagy, ahol nem otthon vagy, mert otthon is kihasználhatsz minden pillanatot, de leginkább, ha nyaralsz és korlátozóan az idő, akkor főleg érvényes. A stresszes világban legalább azt az egy hetet, a nyaralásodat tényleg használd ki. Vagy egy minden napot, percét. Vagy három napot, vagy bármennyit, bármi, ha távolodsz igen. Az otthonodtól és az nyaralásnak. Utána mondod. Meg majd lehet dolgozni a többi 360 valamennyi napon. Akkor csak 5 napot hagytál a nyaralásra. Jó, most így nagy vonalakban. Lényeg, hogy érezd jól magad. Kikapcsolom.